Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Élvonalban. Kis nemzet vagyunk. Vagy mégsem? Az ország méretéhez viszonyítva Magyarország nagy hatalomnak számít a nyári olimpiákon, világversenyeken. Az eddigi 480 olimpiai éremmel hazánk a londoni olimpiát követően a 8. helyen áll az országok örök rangsorában, megelőzve például Ausztráliát is. Kajakkenu, úszás, vízilabda olyan kiemelkedő sportágok, ahol nincs hiány utánpótlásban, éppen ezért 4 évente szinte biztosra vehető az éremszerzés. De mitől ilyen sikeresek a sportolóink? Én azt hiszem, hogy a siker az elsősorban ott keresendő, hogy a magyar emberek tehetségesek, programosak, és egyébként pedig a gyermekeinket kiváló edzők készítik föl. Olyan patinás klubok, műhelyek, egyesületek működnek Magyarországon, ahová öröm járni. Számos külföldi delegáció érkezik ide Magyarországra. Most az olimpia után is hát ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés, hogy mi a titka a magyar sportnak, mitől vagyunk mi sport nagy hatalom. A látványcsapat sportágakban rendeztük a forrás hiányból előállt adósságot, hiszen a társasági nyereség adó lehetővé tette, hogy az 5 látványcsapat sportága, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportágakban stabil, kiszámítható anyagi szempontok legyenek érvényesítve. Ennek köszönhetően utánpótlásbázis jelentős mértékben növekedett, létesítmények épülnek, fejlődnek. 16 olimpiai sportág a vívástól az atlétikán át a birkózásig jelentős támogatásban részesül. Ez 2020-ig 135 milliárd forint támogatást jelent. A magyar sport eredményessége szempontjából nélkülözhetetlen a klubok támogatása is. A fővárosi klubok adóssága rendeződött, 6 adósságát átvállalta a kormány. Ezek a klubok nevelik ki az olimpiai aranyérmeseink 80-90%-át. 154 edző kap állami fizetést, kiemelt edzői juttatást. Aki olimpiai bajnokot képez, az nettó 1 millió forintos állami fizetésben részesülhet. A sportcsillagok ösztöndíját bevezettük, 111 fiatal sportoló részesül ebben. Van olyan sportoló, aki havi 204 ezer forint, ez nettóban értendő, tehát nettó 204 ezer forint most ösztöndíjat kap havonta. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel azért versenyképesek vagyunk, törekedtünk arra, hogy a magyar sport hát alapjait továbbra is erősítsük, a megbecsülést sugározzuk a sportolók felé és az edzők felé, és ezen keresztül a magyar sport megtartó képességét és hát versenyképességét is tudjuk növelni. A magyar sportolók és olimpikonok ismertségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a londoni olimpia idejére átnevezték a londoni metróállomásokat. 13 magyar sportoló nevét viselte egy-egy állomás, így Egerszegi Krisztina, Darnyi Tamás, Gyarmati Dezső, Kárpáti György, Puskás Ferenc és Pap László neve is szerepelt az új metró térképen. 13 évig voltam a magyar úszó válogatott tagja, tehát ez azt jelenti, hogy 13 évig jártam a világot, és tényleg mondhatnám, hogy a föld minden pontján versenyeztem, sikeresen. Elég sok aranyérmet, érmet begyűjtöttem, és mindenhol azt tapasztaltam, hogy a sportolókat nagyon szeretik, és természetesen azt is, ugye, hogy amikor valaki nyer egy világversenyen, akkor a piros-fehér-zöld, tehát a magyar zászlót mindig felhúzták nekem. Összesen azt hiszem, hogy 13-szor játszották el tiszteletemre a magyar himnuszt, és ez egy óriási dolog. És tényleg, amikor egy sportoló, ugye adott esetben egy magyar sportoló kimegy külföldre, és úgy képviselheti az országát, hogy utána olyan eredményt ér el, hogy a dobogó legfelső fokánál, és mondjuk tényleg kiemelném az olimpiát, az egy leírhatatlan érzés. Sydneyben nem is tudom hány ezer ember volt a lelátón, egyszerre mindenki állt, és én zokogtam a dobogón, és az egy óriási érzés volt ott magyarnak lenni a messzi Ausztráliában, úgyhogy mindig nagyon jó érzés, és nem csak az, hogy rengeteg magyar kijön drukkolni, hanem valahogy úgy kerek egész lesz minden, és a külföldiek is oda jönnek, gratulálnak, mindenki örül, úgyhogy ez egy csodálatos érzés, és nagyon jó volt ezeket az élményeket átélni. Sportolóinkra büszkék lehetünk, de saját magunk teljesítményére már kevésbé. Annak ellenére, hogy a sport lelki egészségünk alapja, Magyarországon az európai államok közül az egyik leglustábbnak számít. Keveset sportolunk, egészségtelenül élünk. Akárcsak az élsportban, jó lenne, ha a tömegsportok tekintetében is ugyanolyan előkelő helyen szerepelnénk a nemzetközi rangsorban. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt a
magyarul.